Amennyiben pénzügyeinket megfelelő módon akarjuk alakítani, kell egy megfelelő pénzügyi bátorság. Erről szól az a sorozat, ez a pénzügyi bátorság sorozat, amiben rendre mindig újabb és újabb tippeket, ötleteket adok, mutatok be, hogy pénzügyileg hogy lehet jól boldogulni, mire kell odafigyelni, és mik azok a tényezők, amik meghatározhatnak minket pénzügyi bátorság témakörben. Elsőként például rögtön legyen egy olyan feladatunk, hogy írjuk össze azokat a dolgokat, amikben pénzügyileg jók vagyunk, vagy legalábbis jónak érezzük magunkat. Tehát elemzésképpen írjunk egy listát azokról a dolgokról, hogy milyenek vagyunk, milyeneknek képzeljük mi magunknak, milyennek látjuk mi saját magunkat pénzügyi szempontból, pénzügyi bátorság szempontból.